Alsó tagozatos általános iskolás gyerekektől volt hangos szombat délelőtt a nyírbátori úszoda, a létesítmény adott otthont ugyanis az első és második korcsoportos úszó diák olimpia megyei döntőjének. A házi versenyeket követően 26 intézmény 130 fiatal úszóját rajtkőre, hogy gyors, hát és mellúszásban összemérje tudását. 2011 évben kialakítottunk egy olyan úszó versenysorozatot, amelynek az a neve, hogy Szabors Tour. Ez már a 8. évét kezd ebben az évben. Ennek a hatására megkétszeröződött a gyerekeknek a létszáma, hiszen nagyon sokan szeretnek úszni, nagyon sokan szeretik ezt a sportágat. Nagyon sok helyen van, megyében most már úszoda. Hál' Istennek egyre többen vagyunk. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint fontos, hogy egyre több helyszínen tudnak úszást oktatni és versenyeket rendezni. Biztos vagyok, hogy a lehetőségek bővülésével egyre több gyerek juthat el majd, hogy kipróbálja magát az úszás sportágban is, és ezáltal egyre többen fogják megszeretni magát az úszást is. Ezek az intézmények, akár a felújított, akár az újonnan épült intézmények mind-mind olyan színvonalon nyújtanak majd lehetőséget az úszás elsajátítására, amely azt hiszem, hogy minden lehetőséget megteremt majd arra, hogy akár diákolimpiakonként, és később akár majd olimpikonként is büszkék lehessünk ezekre a gyerekekre. A legnépesebb csapattal a nyíregyházi aranydíjasek képviseltette magát a megyei döntőn. A hagyományokhoz híven az aranydíjas nagy létszámú csapat jöttünk, 42 gyereket neveztünk, azért két száma, több mint 90 rajtal fogunk indulni. Első korcsoportban 2010 és fiatalabbakkal, 22 gyerekkel, és a második korcsoportban is 20 kisgyerek indult tőlünk. Nagyon szeretnénk az országos döntőre kijutni minél több számban, hát azt nem tudjuk, hogy a másik többi iskolában milyen felkészültséggel hogy álltak hozzá a gyerekek. Én nagyon bízom, hogy legalább 3-4 versenyszámban, illetve a váltóban sikerül országos döntőre jutni, tehát nyerni. A megyei döntő aranyérmesei bejutottak a március közepén esedékes győri országos fináléba. A hétvégén a harmadik, negyedik, valamint az ötödik, hatodik korcsoportos úszók állnak majd rajtkőre Máté Szalkán.